Az energiahatékonyságról szóló törvény változása alapján kötelező az energetikai szakreferens igénybevétele bizonyos meghatározott energiafogyasztású vállalkozások számára. A változtatásokra azért volt szükség, mert Magyarországnak is követnie kell az Európai Unió erre vonatkozó előírásait, azaz országosan másfél százalékos energia megtakarítást kell elérnie. energetikai szakreferenst azoknak a vállalkozásoknak kötelező igénybe venniük, amelyek bizonyos energiafogyasztási határokat túllépnek az elektromos áram, a gáz és hőtermelés tekintetében. A szabályozás változása azokat a gazdálkodó szervezeteket érinti, amelynek a tárgyévet megelőző három évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 ezer kilovattóra villamos energiát, vagy 100 ezer köbméter földgázt, vagy 3400 gigazsúl hő. Mennyiséget használnak fel. Az energetikai szakreferensek éves jelentést készítenek a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztésekről és az energiamegtakarítási eredményekről. Ezeket minden év május 31-ig a cégek honlapján is közzé kell tenni. A bejelentéshez szükséges dokumentumok a közműszabályozási hivatal honlapján elérhetők. A társaságoknak a szakreferens segítségét. 2017. június 30-ig kötelező igénybe venniük, ezt pedig regisztrálni kell a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnál. Lencsés István, energetikai szakértő, szakmérnök a vendégem. Jó estét kívánok! Köszönöm. Köszönöm Hát segítsen nekünk egy kicsit eligazodni ebben az új jogszabályban, hogy itt miről is van szó tulajdonképpen, és jó, ha tisztázunk, hogy nem csak vállalkozásokról van itt szó, hanem önkormányzatokról is. Igen, ez, a, ez egy 2015-ös törvénynek a január 1-i hatályba lépését irányozza elő. Gyakorlatilag minden olyan gazdálkodó szervezet és önkormányzat, aki intézményt tart fent. Azokra kötelezően előírtak ö, olyan intézkedési tervek megfogalmazását, amelyek havi illetve éves szinten mérik az energiafogyasztásokat, és ö, gyakorlatilag a megtakarításokat irányozták elő a szénduxit kibocsátás a hőmennyiségek tekintetében. Két fejezetre bontanám ezt a törvényt. Az egyik, ami a gazdálkodó szervezetekre vonatkozik, a felvezetőben ezt hallottuk, hogy itt meg voltak határozva azok a mennyiségek, hogy kire mi vonatkozik. Ha ezeket a három éves átlagban elérik ezeket a fagyasztásokat, akkor kötelező külső energetikai szakreferes foglalkoztatni. Viszont már most megjegyezném, hogy a törvény azt is mondja, hogy a mostani határidő, a június 30-a, az kizárólag csak a nagyvállalatokra vonatkozik. A nagyvállalat az egy olyan kategória, három külön ismerve van, az egyik az, hogy 250 főt vagy többet foglalkoztat, az árbevétele 50 millió euró vagy attól több, illetve a mérleg főszege az a 43 millió eurónál több. De rájuk is ezek az energiafelhasználási Igen, de határérték. nekik már most június 30-ával már jelentési <laughs> kötelezettségük van, és amennyiben ezt nem teszik, meg szankcióval jár. A, összes többi vállalkozásoknak a akik nem érik el ezt a nagyságrendet. Viszont a fogyasztásokban elérik ezeket a mennyiségeket, azoknak adtak még plusz egy év határidőt a jelentési kötelezettségre. Mi a feladata az energetikai referensnek? Hát ezt a törvény is eléggé részletesen taglalja. Én röviden összefoglalva annyit tudnék mondani, hogy minden olyan, ami az energia megtakarítással kapcsolatos, annak az feladata az energetikai szakrefelesnek. Ez indulhat az energia beszerzésétől, az energia a megtakarításig, a fejlesztési koncepció kidolgozásáig és a havi és éves jelentésekig, hogy folyamatosan kontrollálja azokat a, az intézkedéseket, azokat a, a tevékenységeket, hogy hol és mikor mennyi energiát takarított meg az önkormányzat, illetve a gazdálkodó szervezet. Pontos azt is tudni, hogy ez nem lehet belső munkatárs. Igen, ezt a törvény külön kiemelte, hiszen egy belső munkatárs, egy adott cégnél dolgozó energetikai vezető, aki a, a cégtől kapja a fizetését, nyilvánvalóan befolyásolható a vállalatvezetés irányából, hogy hogyan kozmetikázzák ki az eredményeket. Bizonyára erre a, a törvényhozónak már volt tapasztalata is, Azért határozták meg, hogy külső szakreferens, aki pártatlanul és tényfeltáróan tudja ezeket a adatokat szolgáltatni. Mi a kötelezettsége annak a vállalkozásnak, illetve önkormányzati ö, fenntartású intézménynek, amelyik a hatája alá esik ennek a jogszabálynak? E, mindenféleképpen szerződést kell kötnie egy szakreferenssel, bár ezeknek a, a kérdései még nem egészen tisztázottak. Nincsen külön nyilvántartás a szakreferensekről. Nehéz a vállalkozóknak ezt megtalálni. És hogyan induljanak el? Hol lehet ilyet keresni? É, igen, részben a hirdetések között már rendesen megjelentek az interneten is, tehát innen már lehet tájékozódni. De van még itt egy olyan kötelezettség majd a szakreferensek részére, hogy ugye meg van határozva, hogy ki lehet szakreferens. Ez hozzákötik végzettséghez letett le különböző jogosultsági vizsgákhoz, és most plusz, pluszba betettek a törvénybe egy olyat, hogy aki június 30 ig még plusz szakreferensi vizsgát tesz. De erről még semmit nem tudunk. Ez így innen akkor elő, elég érdekes. Megengedi a jogszabály az, hogy gyakorolni lehessen. Tehát az, akinek ez a vizsgája még nincs meg, ebbe az évben leteheti. Tehát már, dolgozhat. már dolgozhat. csak le kell tennie a vizsgát. Uh -huh. De például az önkormányzatok vonatkozásában, akiknek ez év március 31-éig energia megtakarítási intézkedési tervet kellett volna készíteni, amit a minisztérium adott ki, hogy hogyan kell kitölteni. Ennek a határidejét már eltolták május 30-ára, és lehet, hogy még tovább ki fogják tolni, mert még az intézmények sem készültek fel ezeknek a jelentéseknek a fogadására. Van-e már arra valamilyen tapasztalat, hogy milyen a fogadtatása ennek a jogszabálynak? Sejtem, hogy annyira nem örülnek ennek a vállalkozások, de próbáljuk meg nézni ennek a pozitív oldalát. Mit nyerhet egy energetikai szakreferenssel? Én egy úgy gondolom, nagyon sokat lehet nyerni. Egy uh -huh. nagyon egyszerű példát tudok felhozni, és akkor ezt meg ki lehet talán vetíteni nagyba is. Adott a, a lakásoknál az épület energetikai tanúsítás. Számtalan olyan pályázatot készítettünk önkormányzatnak, iskoláknak, óvodáknak az energetikai felújítására. Hát egy 30-40 éves, 40 éve épült épület, a maga épületgépészetével, nyilázároival, falazataival, ha azt ma konszerűen felújítjuk, akkor körülbelül 50 és 70 százalék energiamegtakarítás várható eltől. É, nyilván egy nagy üzemnél ez nem feltétlenül így fog jelentkezni, de az a másfél százalék, amit említettek is a törvényben, hogy ezt Magyarország kötelezettséget vállalt ennek a csökkentésére, az bőven belefér. Van arra a rálátása, hogy milyen állapotban vannak a magyarországi épületek? Az önkormányzati intézményekről azért sorra tudósítunk az energiaracionalizálási felújításokról, beruházásokról, tehát egyre többen alkalmaznak már akár megújuló energiaforrásokat is, de mégis úgy összességében hol tartunk ebben? Hát ami az elmúlt 10-15 évben épültek nagy beruházások, ott az épületek viszonylag jó állapotban vannak, és a technológiák is. Viszont voltam auditorként a, a Sátrói helyi vízműnél, ahol az összes telepelyeket katasztrofális állapotban vannak az épületek. Fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy nem csak épületek energi, energiafelhasználásáról energia beszélünk, hanem akár járművekről is. Igen, ez abban jelenik meg, hogy a, a jogszabály azt mondja, hogy évi 3400 gigazsúl hőmennyiséget termelő, hát ez lehetnek berendezések, de lehetnek személygépkocsik is. Gyakorlatilag egy belső égésű botor hőmennyiség, hőt termel. Az elégetett üzemanyag által egy hőmennyiség keletkezik. És hogy bizony, ha meghaladja ezt a mennyiséget, akkor rá is vonatkozik ez a jogszabály. Hát azt gondolom, hogy fogunk mi még erről beszélni, mert eléggé kezdetleges állapotban van ennek a jogszabálynak a alkalmazása, megvalósítása, de a célja az világos. Igen. Bencsés István, köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba ma este. Köszönöm.